Társadalmi felzárkóztató programot indítottak Gödöllőn. A kezdeményezéshez több intézmény és civil szervezet is csatlakozott. Játszósarkokkal várják a gyermekekkel érkező ügyfeleket az Aszódi járáshivatalban és a Turai kirendeltségen. Ingyenes vállalkozói fórumot tartottak Gödöllőn, többek közt a pályázati lehetőségekről is információt kaptak az érdeklődők. Ismét vereséget szenvedett a gödöllői Bikák futsal csapat. Jelenleg a felsőházi rájátszás 5. helyén állnak.